Hogyha olcsón szeretnél hozzájutni kedvenc játékaidhoz vagy Fortnite kiegészítőidhez, akkor látogass el az eneba.com oldalra. A Pink Horizon kóddal pedig 3% kedvezményben részesülsz. Mindenképpen csekkoljátok le, link a leírásban. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Elérkeztünk a következő videóhoz, amiben megnézzük a Luxury vagy Luxury Dark egyik videóját. A Luxury Dark a Life of Luxury-nek egy másik csatornája, ami szintén meg van rendezve, szóval nem igazi, tudom jól, hogy nem igazi. Az előző 13 részben is tudtam, hogy nem igaziak ezek a videók. A lényeg az, hogy a Dark Web-en rendelnek úgymond dolgokat, és ezek érkeznek meg a házukhoz. Igazából ez szerintem viccesebb, mint a Life of Luxury csatornájuk. Előző videóban belenézegettünk ebbe, és hát nézzük is meg, hogy ez a videó mit hoz nekünk. Az a címe, hogy találtunk egy barátnőt a Dark Web-en. Oh! So, Chester found a website on the Dark Web that you can find people who want a date. Szóval Chester talált a Dark Web-en egy ilyen társkeresőt, ahol az emberek randizni tudnak. Gondolom hasonló, mint a Tinder. Chester miért van amúgy a Dark Web-en? Haló, Chester? Igen. Dark Web Tinderje. Chester made a profile, so we're gonna mess around on it a little bit, see if he gets any matches, and hopefully we'll be able to find him a date. Szóval körül fognak nézni az oldalon, és reménykednek abban, hogy Chesternek lesz egy randia, de alapból szerintem azok az emberek, akik Dark Web-en társkeresőznek, azok nem túl éppeszőek. Na nézzük, mik vannak. Ja, és még mielőtt belendünk a dolgokba, gyerekek, ne látogassatok el a Dark Web-re. Nem jó dolog, meg is büntetetnek érte, szóval ne próbáljatok felmenni a Dark Web-re, ezt így elmondom azért, de gondolom már tudjátok. Meg amúgy nem is olyan egyszerű, szóval... Milyen kis sejmes arca van, nem? Chester már csinált profilt. Mik ezek a képek? Hát figyeljetek, ha ilyen képekkel lehet érvényesülni társkeresőkön, akkor... Ja, mondjuk ez a Dark Web. Itt lehet bármilyen képpel érvényesülni, gondolom. Lehet itt is a szívedet akarják, csak itt máshogyan, ugye? Még beolhatja Parker Chestert, hogy ezeken a képeken nem úgy nézel ki, mint a való életben. Vannak rajta filterek? Erősnek akart kinézni. Computer picks people for you. Bro, people are either right swiping you or left swiping you. Hát mint a Tinder, jobbra-balra lehet húzni az embereket. I'm not so sure what people on this website are looking for. Well, I mean, this is clearly a dating site, so I mean, it's pretty obvious you're on this site to get a girlfriend. No, dude, I just want to check out what kind of people are on here. I don't know, dude. Your profile looks pretty serious. Parker azzal szivatja egyébként Chestert, hogy elég komolynak tűnik a profilja, és hogy lehet, hogy ő tényleg itt egy barátnőt akar szerezni? És mondta, hogy nem, ezt csak azért csinálta, hogy fenn legyen. De hát elég lett volna egy kamu kép is. Nem kellett volna hozzá négy ilyen komoly kép. Oh. Ez nem rossz. Igen. Valószínűleg ez egy fake profil. Miért lenne a Dark Web-ben egy ilyen nő? Na már ezt fordítjuk. Én egy viasz baba vagyok, aki ki akar olvadni, ameddig a testem el nem kezd szétolvadni a földön. A szívem vágyakozik, a gyomrom kavarog. Amit akarok, attól te rosszul leszel, ne gyere túl közel hozzám, különben megérzed. Engedd meg, hadd vigyelek bele a rosszaságba. What the fuck? Ez ami vers akar lenni? Vagy mi a franc ez a szöveg? Dude. Ah, ő az a kreatív fajta. Azt mondja. Chester. Bro, I'm not even saying I want to date this girl, but wouldn't you want to just make friends with her? No, dude, it's a stranger on the dark web. So you're gonna give her your number? Barát akar lenni vele. Dude, I just think there's something really. Ez mindig a dark web, haló.
Alright, bro, I'm just gonna text her for a little bit. Okay, shoot yourself. Okay, right, ráír a csajra. I don't know how this happened, but Chester has some news for you guys. She's coming over tomorrow. He convinced her to come over tomorrow night. I think this... Hello, itt vagy? Itt vagy? Még mindig fenn vagy? Mikor akarsz engem elvinni randizni? Itt vagy? Húha, itt van baj. Tényleg ki akarsz jönni velem randizni? Mikor akarsz elvinni? Mikor szeretnéd? Éjjel háromkor. Tehát éjjel háromkor átmegy hozzájuk. Aha, érdekes. Idea. I think you should not invite this stranger into our house. Well, I just want to see what her personality is like. You don't find it sketchy at all that you have a date from the dark web. Nem kicsit fura neked, hogy a dark webről van randi. Nekem olyan, mint a Chester ezt nagyon komolyan venni, és tényleg meg akar őt ismerni, míg Parkerből pedig nyilván az jön le, hogy ő csak kíváncsi erre, hogy a dark webről milyen randikat lehet összehozni. A Chester az nagyon komolyan veszi ezt. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg úgy fog-e kinézni a nő, mint a képen. Van egy ilyen érzése, hogy nem. Azt mondja, nem nézett ki furcsán a nő a képeken. Ez a másik. Miféle ember akar egy első randit éjjel háromkor? Fura már, nekem az az írás is fura volt, amit ott nyomott a csaj a telefonba egyébként. Mindegy. I'm just gonna say this. This is your date. I'm not. Ez a te randid. Nem fog beleszólni. Szerintem rossz ötlet. Vállalod a felelősséget, hogyha valami rossz történik? Igen. Ez nem volt valami túl komoly. Jó, most kamerával fogják őt ott várni? Érkezik a csaj. So it looks like she should be here in about an hour or so we're just gonna keep chilling out, keep waiting, and then Hát még várnak, kicsit chillelnek. Aztán meglátjuk, hogy fog zajlani ez a romantikus találkozás Chester és a dark webes csaj között. Csak barátok leszek vele. Barátok leszünk, oké? Minden így szabad kezdődni. Én csak barátkozni akarok vele. Na, kopogott. De mekkora szegény nő így bemegy az ajtón, és két kamera fogadja őt a bejáratnál. Ez nem úgy néz ki, mint a képeken, már nem rossz bú, de kicsit azért értitek. Parker amúgy folyamatosan szivatja Chestert, hogy hú, most a nagy szerelmedet meg fogod találni a dark webről. Szóval te vagy Chester? Igen. Örülök, hogy megismerhetlek. Úristen, mi ez a röhögés? Le tudunk ülni egy kicsit beszélni erről az oldalról? Le tudsz ülni oda és leül mellé. Miért akarsz randikat a dark webről? Kérdezik a csajtól. Miért használja ezt az oldalt? What made you want to start dating on the dark web? Miért kezdted el használni ezt a társkereső oldalt a dark webben? Azért, mert láttalak. Meg akarsz engem csókolni? Nem. Szeretsz engem? Nagyon jó barát lehetsz. Biztos jó ember vagy, de csak most ismertelek meg. Minden rendben van? Hey, what are you doing? What's going on with you? Why are you doing that? Why is she doing that?
És miért csináltad? Szomjas vagyok. Parkernek nem válaszolom úgy, csak Chesternek. Mint a Parker ott se lenne. Itt a vizet. Miért törted össze? Ennek mi baja van? Szeretnéd, hogy egy kis kutya legyek? Annyira nem volt jó a látvány, most nem azért érted. Fúj, mit csinál? Ez... Burns, can you please stop? What? That worked. You said it wasn't gonna work. It worked. Hát mivel csak Chester hallgat. Még el akarja vinni, aludni? Szerintem küldjetek már el a francba. És te elmennek aludni, ugye nem egy ágyba akarnak. Nem. Hú. Reggel találkozunk, ez jó lesz? Megpróbálunk aludni. De a csaj hangokat adott ki. Csomó zaj csap a nő. Hopp, szemüveg nélkül. Fogosan a barátnőjének nevezi amúgy. Ajaj, ez nem lesz jó. Ez nem lesz jó. She matched with you, dude. I think it's gotta be your responsibility to get her out. So you want me to go up there and tell her to leave? Ez a te felelősséged, neked kell fölmenni. Te meccseltél vele, azt mondja. Na, el akarják küldeni. Amint Chester akarja elküldeni. Hát csak rá hallgat. Hopp. Mi? Oda szart az ágyra? Pff. Figyeljétek már. Az mi? Majd mindjárt kiderül, gondolom. Szobádban van. A szobádban van. Miért vagy a szobámban? Az az én telefonom? Ki ez? Ez miért számít neked? Ez az én unokatestvérem. You have to get out of my house. Just get out, okay? Oh, stop! I didn't know. Hey, Burns, get out! Get out! You don't belong. Go! Stop! Go! Hogy kiküldik, amúgy, mint ami kutya lenne. Go! 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 Bro, I'm not listening to you again. Nem fogok rá többet hallgatni. Csak örülök annak, hogy elment. Ja, még van valami. Következő nap. Jaj, mi történt? Okay, so we're sitting down again because I need to show Chester some footage that I found on his camera. Valami jelenetet találtak a kamerájukon. Who's doing that? Was that you? Ki csinálja ezt? A csaj. She was recording you sleeping. I don't know how that's hard to believe. Dude, I cannot believe that she was in my room. Nem hiszem, hogy a szobámban volt, miközben aludtam. Szóval csinált még valamit, amiközben aludtam. So not a good day. Szóval nem volt egy jó randi, ugye? Úha. Őszinte leszek veletek. Rosszabbra számítottam, de... De nem volt rossz egyébként. Tehát volt egy csaj, aki nagy esélye. Pszichopata volt. És a Darkwebben próbált barátot szerezni. Mármint úgy barátot, hogy pasit. És hát eléggé beteg volt a nő. Kamuképekkel regisztrált, szóval írjátok meg kommentben, hogy nektek egyébként hogyan tetszett ez a rész, és hogy szeretnétek-e még a Luxury Dark csatornáról videókat látni, mivel a Life of Luxury-ből lassan kifogyunk, szóval lehet átnézünk erre a csatornára is. Én nagyon szépen meg szeretném köszönni, velem voltatok, következő videóban találkozunk, sziasztok!